A Digitális Átalakítási Minisztérium a Wi-Fi a menedékhelyeken projekt keretében már 227 óvodába és 328 kárpátaljai iskolába vezette be az internetet. A projektet szeptember 1-én kezdték el megvalósítani. Fontos, hogy a gyerekek biztonságban és jól érezzék magukat az óvóhelyeken is, a légiriadó alatt is folytatni tudják a tanulást. Ehhez pedig a mai világban elengedhetetlen az internet. Igyekszünk minden oktatási központban előteremteni a megfelelő környezetet, mondta el Alexander Packán, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal helyettes vezetője. A gyakori és rendszertelen áramszünetek megnehezítik a helyzetet, hiszen akkor internet sincs. Azonban már erre a problémára is keresik a megoldást, jelentette ki a politikus.